Gödöllőre látogatott Áder János. A köztársasági elnök a harmadik gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál programjain vett részt, melyekről elismeréssel nyilatkozott. A vetítések és a kiállítók meglátogatása után megosztotta gondolatait a klímaváltozás magyarországi hatásairól. Mi is szenvedő alanyai vagyunk ennek. A csapadék révén, a jégeső révén, hát gazdák termése ment tönkre Heves megyébe. Most már csak a jövő évi termésre, a jövő évi időszakra készülhetnek. Egy óra elegendő ahhoz, hogy egy év munkáját tönkre tegye. Tehát erre muszáj felkészülnünk. Mondhatnék még sok minden mást ezzel kapcsolatban, tehát hogy a borászokat ez hogy fogja érinteni, a szántóföldi kultúrát alkalmazókat hogyan fogja ez érinteni, hogy az öntözéses gazdálkodásnak az igényét hogyan teremti ez meg, illetve egy másfajta öntözéses kultúrát kell majd nekünk is meghonosítani, hogy azzal a vízzel, ami van, egységnyi területen kevesebb vízzel hogyan tudunk hatékonyabban termelni. Tehát ezer kérdés van, amire a következő években választ kell adni. Választ kell adni a szakembereknek, választ kell adni az éppen hivatalban lévő kormánynak, választ kell adni mindannyiunknak. Mint elmondta, szívügyének tekinti folyóink megtisztítását, és erre forrásokat is kíván biztosítani a kormány segítségével, például a PET kupa támogatására.